Sziasztok, én Vence vagyok, és ez itt az IFC 25 Akadémia Legendák Bromley sorozat 20. része. Elérkeztünk a második tizedhez, milyen gyorsan. Ebben az epizódban egy nagyon fontos mérkőzésünk lesz, jelenleg ugye kiesés ellen küzdve. A jelenleg utolsó előtti helyezett Chesterfieldet fogjuk fogadni a Haze Lane-en, majd aztán lejátszuk a harmadik rodeónkat a Doncasterrel a BSM Trophy-ban, és a Carlisle United ellen fogjuk befejezni az epizódot, és akkor a következő epizódban Harrogate Town, MK Dons az FA kupában, és elkezdjük decembert a Swindon Town ellen, akikkel decemberben kétszer fogunk találkozni. Így fogunk felállni a Chesterfield ellen: Hopkins, Ali Kostabush, Ann, Freeman, Koch, Brewer, Moretti, Jakobson, Bajami, Bromley, Chesterfield. Most nem tudom eldönteni, hogy tényleg fáj a torkom, vagy csak én képzelem el. Nem lennék meglepődve, két beteg emberre vagyok körbevéve. Mandeville középre, Grigg, ott érkezik egy Chesterfield játékos. Dobra, Hopkins! Oldaker. Grigg. Grigglő! Hopkins üti ki, és aztán fogja meg. Bajami. Jakobson be fogja érni, gyerünk Christopher! Christopher Jakobson! Bootvéd. Grigg. Labda, Jacobs, nincsen les, Hopkins véd megint. Freeman visszaér rá, és labdát is szerez, Ali. Ali teszi előre, Jakobson. Christopher Jakobson húz befelé. Jakobson, gyönyörű! 61. perc, felszívtuk a nyomást, és most mi vagyunk azok, akik először büntetnek. Christopher Jakobson a gólszerző, a 24. gólja ebben a sorozatban. 1-0 Bromley. Daly Campbell, Oldaker, az nekünk nagyon jó, ha itt a Chesterfield balról, jobbra, jobbról, balra megy. Az viszont nem az volt, Mandeville a hosszúra. Jön a fejes, Hopkins! Aztán Bush nem igazán a legjobban ért ahhoz hozzá. Nem akarunk fejetlenül belemenni egy kontratámadásba, nehogy labdát veszítsünk belőle. Ali, Ann, nem jó a passza, viszont Brewer... Letelik az egy perc, és itt a vége! Hát nehezen szenvedjük ki a győzelmet, de megvan a győzelem! És hát erre az összes koncentrációmat beleadtam. 1-0-ra verjük a Chesterfieldet, ami az első győzelmünk a bajnokságban. Fene tudja mióta. Hó, de kellett! Hopkins nagyon sokat tett azért a győzelemért, és ezért a kapott gól nélküli meccsért. És végül Christopher Jakobson 24. sorozatbeli gólja az, ami dönt. A végeredmény Bromley 1, Chesterfield 0. Ha valahogy megverjük a Doncaster Rovers-t a BSM Trophy csoportkörünk utolsó mérkőzésén, akkor tovább megyünk a kupasorozat következő szakaszába, viszont nem igazán tervezek ezzel, ezért is forgattam át a kezdő 11-et relatíve nagyon. Paredes, Ahmed, Cordoba, Bustos, Manga, De Angelis, Koch, Bataya, Magnusson, Berisha, Hika, Doncaster Rovers, Bromley. Magnusson. De Angelis! Nagy rossz próbálkozás az olasztól. Zbarra. Visszakészíti Hurst. Lekészített labda mellé! Ironside! Magnusson. Kicsit erős, de el fog jutni Batalyáig! Megérdemelt előny! Umberto Batalya a gólszerző, 37. perc! Hát eddig nem igazán tudott a Doncaster Rovers kijönni a saját térfeléről, kivéve azt az egy lehetőséget, amit Ironside percekkel ezelőtt mellé pumpált. Kicsit erős volt a labda Magnussontől, de Batalya beéri, és aztán belövi. Vezetünk a Doncaster Rovers ellen a BSM Trophy, és mi az a testtartás, te jó ég? 1-0. Fucking Hunchback of Notre Dame! Ironside. Keresztlabda, Hurst. Manga az, aki leüldözi, az lesz gyanús. Senior szerintem lesz sem volt, ezek szerint nem akkor hosszú. Beragadt valaki! Oh. 48. perc, Bruno Paredes belekap, de nem tudja megállítani azt a lövést, és a 48. percben a semmiből egyenlít a Doncaster 1-1. Úgy annyira bírom, most ott az eszembe, hogy annyira bírom, hogy ebben a játékban a BSM Trophy mérkőzéseken is telt ház van, amikor a valóságban vagy 800 ember jelenik meg, sőt még annyi se egy BSM Trophy mérkőzésre. Zbarra. Ironside, lehet itt fordulni, vele vigyázzunk, Cordoba labdát veszít. Zbarra, Cordoba, még mindig ott van, Paredes üti el. Hurst.
Senior. Senior, jó labda, Ironside, les. Ironside, betalál, de lesen. Batájának a testtartása engem kinyír, baszki. Csak is azért nem kezdek el visítva röhögni, mert szeretnék koncentrálni a mérkőzésre. De Angelis. Jó labda, Berisha. Nem volt les, Berisha! 64. perc, Bart Berisha, én azt hittem lesen van. De ezek szerint nem volt, 2-1 Bromley. Sparra, Hurst. Hurst, Paredes! Bailey, sarokkal, Ironside, még egyet tovább! Sparra, 71. perc. Megint egyenlít a Doncaster. We've been here before. Már volt, már járt, már ezt a rodeót már egyszer eljátszottuk. 2-2. A batalja megint beindulna egy Magnussen labdára. De most Berisha az, aki kapja. Ó, de szép Bard! Ó, szép is lett volna. A labdát tart. És a szép Berisha, a végén Berisha! Hát ilyen nincs. 87. perc, Bart Berisha duplázik. És lehet, hogy tovább megyünk a BSM Trophy-ban. Hihetetlen, hihetetlen! Hát ezt miért nem tudjuk ezt a bajnokságban is nyújtani? Hát lassan odáig fogunk jutni, hogy bajnokok ligája győztesek leszünk, úgyhogy még mindig a League 2-ban vagyunk, ha az lehetséges. 3-2. Egyszer csinál... Most ez egy kurva jó videó ötletet amúgy, adott amúgy nekem. Egyszer csinálok egy videót, megpróbálok bajnokok ligája győztes lenni egy olyan csapattal, ami mindig a League 2-ban van. Ironside. Megkapjunk harmadikat. Ne! Oh! 91. perc, 3-3. Ez a Doncaster, ez nem adja fel. Túl korán beszéltem, túl korán. Ahmed. Á, de hát volt ott opció. 3-3 a vége. Hát ezzel a Doncaster-rel mindig golgazdag mérkőzést játszunk, de most sajnos a rossz oldalán vagyunk ennek a golgazdag meccsnek. Megpróbáltuk. Ha jól tudom, a második hely a BSM Trophy csoportban nem ért továbbjutás, mert hát csak 3 csapat van egy csoportban. 3-3. Ez a Doncasternek elég, hogy tovább menjen, nekünk valószínűleg nem. Hát megpróbáltuk. Megpróbáltuk, és egy ideig úgy nézett ki, hogy tovább is megyünk, és azt mondom azt, hogy mi voltunk a jobb csapat ezen a mérkőzésen. De hát egy döntetlen és egy elég jó videó ötlettel távozunk ebből a mérkőzésből. A vége Doncaster Rovers 3, Bromley 3. Egyetlen egy változtatás a szokásos kezdő 11-ben a megszokotthoz képest. Piero Moretti kerül be Ezra Brewer helyére. Nem teljesítmény miatt, na jó, talán teljesítmény miatt, meg fitness miatt, 50-50. Hopkins, Ali, Costa, Bush, Ann, Freeman, Koch, Moretti, Diaz, Jakobson, Badzsami, Carlisle, Bromley. Jakobson, Badzsami kapja, Badzsami ellövi! És beakasztja a bal alsóba, 7. perc! Majdnem Bardot mondtam, a két BB srácnak keverem az első nevét, Behar Badzsami goljával, 1-0 Bromley. Charters, Wyke. Wyke lekészíti, védés Hopkinstól! És még egy védés Hopkinstól. Hát Hopkins az előző epizód után, amikor hát legyünk őszinték, he had a stinker. Azóta bizonyítja magát. Freeman. Robson. Nagyon szépen kígyózik át, és ott az egyenlítés. 24. perc. Az elsőt még Hopkins védi, de a fejesre már esélye sincs odaérni. Egyenlít a Carlisle-al. Diaz. Az jó, Jakobson nincs les, 2-1! 31. perc. This is what I'm talking about. Jakobson, 2-1! Moretti. Vissza Badzsaminak. Ó, de szép! Jakobson átveszi! Az igazat megmondva, én azt egyből rá akartam durrantani. És akkor 2-1-es előnyel megyünk a félidőbe. Diaz. Diaztól Badzsami kapja. Majd tőle Piero Moretti. Moretti teszi vissza. Badzsami még egyet tovább Diaznak. Adrián Diaz! Diaz lő! Luis! Hika. Jakobson teszi magát elérhetővé, majd aztán kapja vissza Ártan Hik... Oh. Valamiért a Legendary AI, hogyha hátrányban van, az utolsó 10 percben beragad a saját térfelére, és ott passzolgat.
mint például most. Ellis hátrafele megy, igaz, hogy Diaz rajta tartja a nyomást, de láttam én már a Legendary AI-t ebből a szituációból, és sokkal jobban kihúznia magát. És megint az a saját ötösökig mennek el, és aztán vágják előre, és megint kezdődik előre a cycle, na most nem, de megint hátra a kapusig, a kapus előre vágja, a fejes most mi nyerjük meg, Freeman elesik előtte az ember, Connor Freeman rá is lőheti, Connor! Mellé, és hát akkor 10 másodperc van hátra a mérkőzésből, aminek az utolsó 15 percét a Carlisle elpasszolgatta saját magának, és hát ezzel saját magukat lőtték lábon. Gyere vissza, hé, hát mi nincs vége. 2-1-re verjük a Carlisle-t, ami azt jelenti, hogy 2 League 2 győzelmünk van egymás után. Ez nagyon kellett, ez nagyon-nagyon kellett nekünk, és most vagyunk végre a felfele menő vektoron, majdnem más szót akartam mondani, de nem akartam angol-magyar szókeverést. 2-1-re verjük a nem a Carlisle, túl sok C betű csapat van ebben a bajnokságban. Nagyon szép teljesítmény, a vége Carlisle United 1, Bromley 2. Hát ránézésre lehet, hogy nem úgy néz ki, mintha túl nagyot ugrottunk volna a tabellán. Az igazat megmondom, a pozíció szempontból nem is ugrottunk túl sokat. De 17 pontunk van, ami ugyanannyi, mint a Grimsby-nek és a Shrewsbury-nek. 1 ponttal van előttünk a Tranmere, 2-vel az Accrington, a Cheltenham, a Carlisle, és 1 győzelemre van tőlünk a 15. helyezett Morecambe. Szóval ugyanúgy, mint tavaly, most is nagyon szoros ez a bajnokság. Kimerem mondani azt, hogy szorosabb, mint tavaly volt. Szóval itt minden egyes pont számítani fog mostantól egészen a szezon végéig. De ennyi volt a 20. rész, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam. Találkozunk legközelebb, sziasztok! I'm